Sziasztok, Tündi vagyok, és ez a Szempillantás nevű podcast legújabb adása. A mai alkalommal kivételesen Viki nem tudott csatlakozni hozzánk, de szerencsére az egyik kedvenc epizódunk szereplője Árpi el tudott engem kísérni, úgyhogy ma is hármasban fogunk beszélgetni a kedves vendégünkkel, aki nem más, mint Somogyi Balázs. Sziasztok, fiúk! Üdvözöllek titeket a Szempillantásban! Sziasztok! És üdvözöljük Vikit is, aki most vagy éppen nagyon küzd, vagy már túl van a küzdelmen. Igen, reméljük már túl van rajta. És egészséges mindenkit. Igen. Hajrá, Viki! Ezt így akkor üzenjük neki. Ilyen névvel, hogy Viktória, hát érted. Igen, Balázs, mi rólad és a filmedről, az Ultráról elsőként a Connected nevű podcastben hallottunk, és, vagyis hogy az Árpi hallott róla, és nagyon felkeltett az érdeklődésünket, és azonnal meg is néztük, és rengeteg kérdés, bennem főleg rengeteg kérdés merült fel a film kapcsán, alig bírtam csöndbe maradni. De most itt a lehetőség. Igen, és akkor hát most az első kérdésünk az is lenne, hogy mesélj egy picit magadról, mivel foglalkozol akkor, amikor nem éppen hosszú táv futsz. Csak egy pár szóban kivettem. Mikor mi? Hát most éppen főleg filmekkel foglalkozom. Egyébként 15 éve készítek filmeket, de én szinkronszínészként, bárhogy is nevezzük, kezdtem még a szocializmus alkonyán 1986-ban, 6 évesként. Mai napig is még szinkronizálgatok, most már nagyon alacsony lángon. Még már csak a Simpson családot tartottam meg. Ki vagy a Bart, Simpson? Bart. Nem mondod? Ezt a mindenit. 20 éve. Ez a Simpson család? Igen, a sárga. Nem látják a nézők, de ez a haja égőre. Igen, nézők, hallgató. És nagyon szerettem a színpadot, elég extrovertált voltam, és nagyon sokat jártam drámastúdióba, színjátszó stúdióba, Földesi Margithoz, majdnem 2 évtizedet. Most egyébként pont egy portréfilmet csinálok már róla 4 éve, még mindig nem készült el, de hát lassú visz partot most. És tehát a szinkron mellett színjátszóztam, de nem akartam soha színész lenni. Ez az életforma igazából nem vonzott, de a színpad vonzott, úgyhogy később pár régi Földesi Margitossal megcsináltuk a Momentán társulatot. Ez improvizációs színház mai napig. Én 2012-ig voltam benne, mint alapító tag és mint aktív játszó tag. Szóval nagyon szeretek játszani, improvizálni, és az élet minden területén ezt próbálom belevinni a dolgokba. Emellett ugye, mivel bölcsészkart végeztem, tehát büféruhatár jegyszedő szakon, a filmirodalom az mindig érdekelt, úgyhogy dolgoztam újságoknál sokat, írogattam, érdekelt a vizualitás, elmentem fotózni, majdnem 10 éven át sajtófotóztam, nyertem sajtófotó nagy díjakat, nem nagy díjakat, díjakat. És ebben, tehát párhuzamosan futtattam egy csomó dolgot, és a kérdésedre visszatérve, hogy miket csinálok, hogy mint egy ilyen színuszbőrbe, ilyen hullámként, hogy egyszer az kerül előtérbe, most az elmúlt 5-6 évben, 10 évben, főleg a film vagy a vizualitás, de voltak különböző korszakaim. Ja, hogy még például rengeteget zenéltem, gyerekkoromban nagyon szeretem a zenét, és ez is az életformámhoz tartozik. Tehát ez kicsit úgy képzeljétek el, mondjuk, mint annak idején mondjuk a klasszikus nagypolgári családban, ugye beszéltek nyelveket, tudtak zongorázni, jártak vívni, meg lovagolni. Én is körülbelül ez vagyok, nem vagyok nagypolgári, sőt, egyáltalán nem vagyok ilyen beállítottságú. Csak ezek valahogyan így természetszerűleg elsajátítottak az évek folyamán, mert alapvetően nagyon kíváncsi és érdeklődő ember vagyok, és ami érdekel, abban mélyen belemegyek, és űzöm, csinálom, készségszintre elsajátítom. Nem mindenben vagyok profi, sőt, a legtöbb dolgokban nagyon középszerű vagyok, de ezek nekem örömet szereznek. És hogyan jött a hosszú távfutás? Az is egy ilyen érdeklődésből jött. Ultramaraton. Az is egy ilyenből jött, hogy régen én a Fradiba, kezdetek Fradiba fociztam, 90-es évek elején kapus voltam, hát az nem nevezném focinak. Keveset kellett futni, és amikor kellett, akkor is büntetőkörnek hívták. Tehát mindent megtettek, hogy elvegyék a kedvemet. És kiszuperáltak, mert nem nőttem olyan gyorsan, mint a kortársaim a serdülő 11-ben, és nem értem már el a felső létszetet, állandóan kaptam a gólokat. És akkor foci után semmi, hát járogattam Grundra, mint minden gyerek, vagy minden normális gyerek, szocializálódni, meg focizgatni.
De semmi, akkor engem is elkapott, hogy a 90-es évek közepén ez a bodybuilding hullám, mm-hmm. ilyen gyúrtam, mint az állat. Nagyon úgytam már a végén egyébként, de ebből az megmaradt, hogy, hogy viszonylag jó az izommemórián, tehát elég hamar igen, meg hogy vissza tudom hozni mondjuk a elvesztett izmokat, vagy uh-huh. meg tudom, hogy mondjuk milyen edzésforma jó, vagy, vagy nem jó. Uh-huh. Szerintem a saját súlyos edzés, saját uh-huh. súlyos edzés a legjobb, mert ott egyszer nem terhed magadat mindenféle kínzóeszközökkel. Na, de most ez nagyon mellékvágány. A lényeg az, hogy, hogy a sport nekem teljesen hiányzott az életemből, és kicsit úgy jártam, mint nagyon sokan járunk, fiatal felnőttek, vagy már majdnem érett felnőttek, hogy, hogy vannak a tanulóévek, addig talán sportolunk valamit, eljárunk edzésekre, még van idő, még nem kell, nem tudom, rohadt sokat tanulni, de aztán, amikor már kell készülni az érettségére, már egyetem, hogy akkor inkább elmegyünk sörözgetni, bulizgatni, és elhanyagoljuk ezt a dolgot, utána elkezdünk megoldani az életünket, dolgozgatni kezdünk, nem tudom én, lehet, hogy család jön hamar, akármi. Tehát, hogy van egy ilyen periódus az embernek, szerintem egy ilyen 10-15 év minimum, így az gimnázium évektől számolva, amikor így kimarad a sport. Persze aha. ez általánosítás, mert sok, sokan sportolnak, de hogyha te uh-huh. téged nem sportoltattak annak idején, uh-huh. és nem szoktattak hozzá, és szinte köteleztek, hogy menjél, és nem ívódott beléd, akkor azt nem fogod csinálni, és majd érett felnőttként egy ilyen lelki hiánygazdálkodásból, vagy valamiből, egyszer csak basszus, nekem valami hiányzik az életemben, a mozgás, a testtudat, az, hogy elérek célokat, hogy objektív dolgokat kapjak meg ráadásul én ugye a művészetekben dolgozom, tehát az teljesen szubjektív, uh-huh. egyetlen nem ilyen fehér-fekete, nem teljesítmény alapú, hanem nagyon sok minden faktortól függ. És a sport, főleg a futás, ez több egyszerűen, tényszerűen megmutat mindent. Tükröt tart elér. Uh-huh. És így egyedül kezdted el, vagy? Volt egy depressziós időszakom 2007 környékén. Uh-huh. Bevallhatod, ha nőgy, női podcastot. Ja, volt benne szerepelőnek, igen, egy ilyen egyrészt családi válság volt, tehát uh-huh. akkor költöztem el az első gyerekem anyjától. Uh-huh. Volt egy szakmai válság is, és így minden egyszer összejött, és pont karácsony este, és akkor így van. És akkor... Hát nem nagyon bírom az alkoholt, szeretek borozgatni, de mondjuk azt a részegvel forog velem a világállapotot nem bírom, tehát aha. ahhoz nem nyúltam, a drogokhoz sajnos nem volt nagyon hozzáférésem, pedig milyen szép lett volna karácsony este, nem tudom, bekukainozva igen? táncolni a hóban, és úgyhogy elmentem futni, mert tényleg valahonnan, nem tudom, olvastam, hogy lehet, hogy Laci haverom, aki ha megérkezik időközben, akkor majd ő megerősíti, ő duruzsolt nekem sokat, hogy a futás az milyen jó, és az így átmos testileg, lelkileg, és akkor jó volt, akkor fogtam egy melegítőt, és elindultam a hidegbe. És annyira jó élmény volt, és az élményt azóta se kapom meg, azt az első 2-3 hónapot, vagy hetet, azt az érzetet, tehát az első szerelem a szuper, az első... Aha. És felszabadultál még. Abszolút, tehát ez egy ilyen, abszolút, az a klasszikus runner's high érzés volt. Minden, ami első, az nagyon jó. És ez is szuper volt, és akkor ez mint egy ilyen evolúció, hogy akkor kisebb távok, nagyobb távok, uh-huh. én szeretem a kihívásokat, szeretem a diszkomfortot, uh-huh. szeretem küzdeni, és akkor így, hát akkor menjünk el, gyorsan beneveztem egy maratonra, teljesen ezt ne csináljátok, egy tök esztelen dolog, tehát inkább fokozatosan. Hát ez nagyon dolog, hogy elkezdek futni, kocogok otthon, mert rossz kezdem, igen. Utána rögtön belevezek. Mi lett a vége ennek a maratonnak? Lefutottam 4 óra, mint a 15 perc alatt, uh-huh. utána persze volt egy hétig egy robot mozgás, egy pingvin mozgás, de hogy így, hogy nagyon jó élmény volt, Barcelonába futottam, szép volt a város, szólt a célban a Freddie Mercury, Montserrat Caballé-nak, a Barcelona szép, szóval nagyon szép volt az egész. És akkor így egyre többet akart futni az ember, a versenyeken egy új közösséget ismer meg, új embereket, új hozzáállást, tök új, olyan dolgokat tanul, amit a való életben a hétköznapokban nem tudunk, vagy elfelejtünk, tehát alázatot, tiszteletet, rendszert, módszert. Csak nagyon nagy fegyelem kezdődöm ehhez. Tehát én végig ezen gondolkodtam. Tényleg ez volt egyszerűen, hogy ezt hogy lehet kibírni, hogy nem szeretnék előre szárni a kérdéseket, de tényleg, tehát akár csak egy maraton is, hogy tudja az ember, amikor már minden a fáj, akkor is arra remélem, hogy de folytassa és csinálja, és fut tovább. Jó, nyilván az izmaid emlékeznek a terhelése, de hát ez mentálisan akkor is nagyon-nagyon nehéz.
Hát most már az a baj, tehát most úgy nem tudok nyilatkozni, mint ahogy annak ide nyilatkoztam volna, mert azért most már sokkal tapasztaltam, meg máshol tartok a futásban, meg most az álmomból fölkelt, most ez ne tűnjön nagy kifejezni, de az álmomból fölkelt, ez akkor is mondjuk egy Ironman meccsap neked, vagy nem tudom, tehát hogy elfutok neked 200 kilométert, tehát hogy ez, emiatt én nem izgulok, mert ismerem magamat, és ez nem szuperember képes, csak ennyire ismeri magát az ember idő után, és tudja, hogy mire képes, és... Ez tényleg fejben tőle? Abszolút. Tehát ezt meg tudja minden ember csinálni, csak egyszerűen el kell mentesen erre rá. Én azt gondolom, hogy... Még azt is gondolom, hogy még egy ilyen 200-valahány kilométeres futást is, futás séta váltogatással, mert azért tudni kell, hogy azért nem végig futja, még az elit sem futja végig a versenyeket, emelkedőket például. Tehát egy ilyet azért mindenki meg tud csinálni, hogyha nagyon erős fejben, és hogyha van valami olyan motiváció, amivel meggyőzni magát, hogy miért megy előre. Mert le akar rakni egy terhet, vagy mert el akar jutni A-ból B-be, vagy mert magának akar bizonyítani, vagy egyszerűen csak élvezi tapasztalat, kalandszerzés, önmegismerés. Tehát mindenkinek megvan a saját kis motivációja. A maratonnál meg tényleg az a helyzet, hogy tehát egyszerűen körépült egy mítosz, hogy ez az emberi teljesítőképesség, nem tudom, határa, és hogy ez milyen nehéz, de hogyha mondjuk történetesen, egyébként ez nem történt meg, ez a maraton Athén futás, tehát ez egy jó kis ókori PR legenda, nézzetek utána, de ha mondjuk történetesen maraton 30 kilométerre van Athéntól, vagy 58, akkor azt nevezzük maratonnak, és akkor ahhoz képest határozták volna meg az emberi teljesítőképesség határát. Tehát fiziológilag egy embernek, egy felnőtt embernek egyszerűen le kell tudnia 30 kilométer lassú kocogással futnia, mert tehát ennyit nem veszthettünk el az őskortól kezdve, tehát oké, túl vagyunk civilizálva, kényelmes életet élünk, inaktívak vagyunk, most már nem azért vagyunk hájasak, mert a térre kell a háj, hogy ne fagyjunk, meg nem tudjuk, mikor eszünk legközelebb, és akkor ezt eszünk, tehát nem erről van szó, hanem egyszerűen de alapvetően ezekre képesnek kell lenni, és a maraton ezért, tehát hogy egy lassú tempóval lefogy a maraton, szerintem tényleg bárki tud, hogyha 6-7-8, ha belegondolsz, egy séta tempó az 4 km per óra, tehát azt jelenti, hogy ha nagyon lassan sétálsz, akkor 10 óra alatt körülbelül le tudod ezt sétálni, tehát akkor nincs nagy különbség. Csak az, hogy mivel nem ismered ezeket, és ez nem is fájdalomról beszél, hanem ez az adaptációs képesség a szerveznek, hogy mire vagy kondicionálva. Kicsit olyan, mint mondjuk az, hogy amikor elkezdesz egyetemen tanulni, hogy oké, a gimnáziumban hozzászoktattak, hogy olvassál sokat, már ahol hozzászoktatnak, amikor egyetem részed, csak az, hogy basszus, rohadt sokat kell olvasnom egy vizsgára, és nem egy vizsgán, hanem mondjuk 8. Tehát nem tudod, hogy képes vagy rá, ezért azt hiszem, hogy nem vagy rá képes. De ott azért azt mondod, hogy el akarom végezni, tehát akkor el fogom olvasni a könyveket. Ugyanezen a futás, hogy oké, most belemegyek egy fájdalomzónába, de ez relatív, el fogom felejteni idő után, tudtok rajta lenni, a szervezetben adaptálódik, és ez így megy tovább. De összességében ezek a kérdésedre visszatérve, ez hogy fegyelmet kíván, igen, ez igaz, összpontosítást kíván, igen, de leginkább azt, hogy te neked kell ezt akarni. Tehát, hogyha nincs egy belső motivációd, akkor én mindenkinek azt mondom, hogy nem kell futni, tehát én nem vagyok a futás profétája, nem kell futni, találd meg, amiben neked örömed van, és amiben ki tudsz teljesedni, vagy amiben ezeket a dolgokat meg tudod élni. Csak talán meg, mert egy csomó ember abba szenved, nem tudja, hogy ettől szenved, vagy lehet, hogy tudja, csak nem találja meg a formát, nem tudja, hogy ezeket a dolgokat, hova a problémáit, hova tudná transformálni, és a futás erre rohadtul alkalmas. Ugye a film a Spartatlanról szól, és azok kedvére, akik nem látták a filmet, elmondott, hogy pontosan mi ez a futóverseny, illetve hogy neked hogy jött. Tehát, hogy beszéltünk már a sima hosszú távfutásról, de azért meg ugye itt a motivációt említetted, hogy hogyan jutott... Hány kilométerről beszélünk? Igen, meg hogy hogyan jutott eszedbe, hogy akkor most már ez is belefér. 246 kilométerről beszélünk. Egyébként nagyon sok ultraverseny van. Tehát van 280-as ultraverseny. Az egyik leghosszabb, de mondjuk például vannak 6 napos versenyek. Ami mondjuk például Balatonfüreden minden évben van egy 6 napos a kempingbe, ott 6 napod van futni.
de szóval nem lehet körben nem lehet körbe van egy bungalód, lefeküdhetsz, az egy biztonságos körülmény, ez igaz, hogy láttam itt, igen, van, itt nagyon kemények a szintidők, tehát minden checkpointot el kell élni adott szintidőre, és az egész időkeret az 36 óra, tehát neked ez alatt kell az egészet teljesíteni. És nő a szintidő amúgy, vagy a távok, tehát nyilván lassulni fog. Igen, ezt jól látod, hogy nyílik az ólod, de az elején azért az első 100-120 km ott elég szigorú. Ott azért meg kell nyomni, és utána kicsit nagy vonalúbbak a szintidők. Mm. Tehát lehet egy nagy időerőt szerezni, amit én mindig előre szoktam menekülni, mert ki tudja, mi történik velem később, és akkor mondjuk szerzek mondjuk éjszakára már 2-3 óra előtt, és akkor ha úgy tartja kedvem, vagy tényleg szalul vagyok, akkor mondjuk lefekszem 10 percet, 15-re, ilyenkor ezek... Azt hittem egy-két órát. Egyszer nem tudom elképzelni, de tényleg. Ez is szoktatás kérdés. Amikor először aludtam, akkor baromi rossz volt. De meg tudsz mozdulni, meg tud mozdítani a lábadat, amikor már görcsöl mindenet. Ki vagyok ezzel? Hát, nem görcs, hanem a görcs az mástól van, mondjuk a sóhiánytól, vagy mit tudom én. Tehát az már, amikor ilyen fáradt vagyok, akkor csak ilyen ólom, és ilyen bemerevedés van. Aha. És meg tud mozdítani, sőt, ez a titkos. Sokan ugye hirtelen ettől megijednek, és akkor elkezdenek jönni a negatív gondolatok, és akár a feladáshoz is vezethet. Uh-huh. De hogy ezt tudom, hogy kicsit így meg kell mozdítani, és egy után 5-10 perc után ez egész kioldódik, és megy. Tehát például a Spartatlon vége a legnehezebb, amiről azt hinném, hogy a legkönnyebb, mert az utolsó 20 km, ez egy hosszan elnyújtott lejtő lefelé a hegyekből Spárta városába. Tényleg egy hosszú tüzé, és amikor már ott vagy, már második nap délutánján, és jön egy lejtő, az nagyon gyilkos. A csülkeid, a combod, minden drohatófán. És éveken át én azt csináltam, hogy sétáltam. És kurvára, bocsánat. És ment az idő, érted, ahelyett, hogy mondjuk beértem volna 3 óra alatt, 5-6 órát elsétáltam ott a végén, a tűző melegben, mert egyszerűen nem volt kedvem, fájt a lábos, és akkor mindig mondta nekem a lővandás futóhaverom évről évről, hogy figyelj, lépjél már oda. Oké, hogy olyan szilánkos, azt érzed, hogy szilánkon van a lábadban, de ez 10-15 perc után elmúlik, és sokkal gyorsabban bérsz, hamarabb vége lesz, és nem húzod az időt. És igaza volt. És az utolsó évben kipróbáltam tavaly, amikor negyedszer teljesítettem is, és igaza volt. És tavaly volt a film? A film az hosszan nyúlik el, ugye? A film az hát voltak ilyen előkészítő forgatások, ilyen tereptanulmánynak, researchnek, stábszoktatásnak is hívhatjuk, az 2014. 2015 volt a fő forgatási nap, de nem is napnak nevezném, mert 2x40 óráról beszélünk. Ha nem akarom elszpoilerezni a filmet, akkor van egy rendes verseny, benne meg van egy másik verseny, így paralel. Tehát mondjuk akkor, hogy fő forgatási napok akkor voltak 2015-ben, és 2016-ban már csak ilyen vágóképeket forgattunk hozzá, meg egy ilyen speciális projektet csináltunk, hogy fölvettük az egész pályát egy elektromos autóval, kis stabilizált kamerával, kicsit mint a Google autó, tehát így lett egy 36 órás film a pályáról. És maga a forgatás, ez úgy történt, hogy végig volt veled egy operatőr, vagy néha volt, aki vette a tesszutásodat? Szóval, bocsánat, nem vagyok rekedni. Nem, mert ez nagyon komoly volt, tehát játékfilmes méretű stáb volt, ami azt jelenti, hogy közel 50 ember. Aha. És ezt neked a szervezőkkel meg kellett beszélni, hogy akkor te most mi vinnél egy stábot? Igen. Az ez egy hosszú folyamat, tehát szóval azt ne úgy képzelj el a hallgató, hogy kitaláltam, hogy akkor csináljunk egy filmet, elmegyünk a versenyre, találom rá, biztos vannak szereplők, és igen, akkor majd valami. Igen. Tehát ez egy 4 éven át zajló folyamat, aminek csak a két is első... Szia! Igen, gyere, pont, nagyon jó, hogy jössz. Közben megérkezett Józsa László a filmesztől, a producere, és most ott tartunk, hogy... Üdvözöllek a szempillantásban téged is. Ide. Most valami viccet akartam a szempillantásra, de mindenki így kezdődik, hogy gondolom, hogy kihagyom. Mit? Hát, hogy egy szempillantás alatt itt teremtem. Hát ezt jobb, hogy nem mondtad. Én most már bebuktam. Na. Nem baj, örülünk, hogy itt vagy. Éppen arról kérdezzük a Balázst, hogy a forgatás hogyan zajlott. Itt kérdeztem, hogy végig kísérteljét egy kamera, vagy hogyan, aztán itt mondta, hogy azért itt egy komoly stáb volt az egész produkció alatt. Tudsz-e esetleg erről ilyen mesélni? Hogy... Hát egy a csúcsnapon egy 45 fő stáb volt. Itt ez technikai szakemberek, sofőrök, operatőrök, hangmérnökök, adatmentők, kreatív csapat, szóval egy elég összetett brigád volt. Itt minden szereplő egy külön stáb ment végig. Voltak drone unit-ok, voltak
volt egy adatmentő brigád, tehát azt kell elképzelni, hogy itt több terabájt anyag született, és ezt menet közben kellett duplikálni, triplikálni, biztonságban ezeket az anyagokat szétválasztani, mert gyakorlatilag a büdzsének körülbelül az egyharmadát ez alatt a két nap alatt költöttük el, elég nagy rizikót vállaltunk, úgyhogy itt a stáb biztonsága is, meg az anyag biztonsága is ilyen fontos kitalálandó feladat volt, hogy hogy tudjuk megoldani, és ugye a stáb egy jó része magyar volt, itt nem is tudom hány, 8 magyar operatőr volt kint velünk, egy része görög, főleg a sofőrök, mert a másik, ami egy nagy kihívás volt, hogy a helyszínt, meg a versenyt, meg a verseny körülményeket megismertessük a stábbal. És mivel 2004-ben, nem tudom, a Balázs mondta, 2014-ben már egy kisebb stábbal elmentünk, akkor elkezdtük előkészíteni itt gyakorlatilag mi is a görög csapatot, meg a magyarokat is az egy év alatt készítettük fel, illetve a forgatás előtt 5 nappal jött ki a csapat nagy része, és akkor végig is mentünk a teljes útvonalon, egész ilyen a teljes forgatási protokollon, mert ugye a Balázs nélkül kellett forgatni, ugye ő rendezett előtte, ott már csak szereplő volt, és... Ott már csak futni kellett. Igen, és tehát fel kellett készíteni játszolik mindenkit, hogy a döntéseket ők hozzák meg egy előre kitalált ilyen protokoll szerint, tehát hogy A, B, C esetben hogy kell dönteni, mikor kell a Balázshoz fordulni. Tehát nagyon egyszerűen úgy nézett, hogy az első két év arról szólt, hogy egyetlen ez a film zöld lámpát kapjon, az HBO állt mellé, ott elég magasak a standardek, nagyon sok úgynevezett fejlesztési szakaszt kellett végigcsinálni, új anyagokat hozni, szereplő jelöltekről forgatni, megmutatni, hogy milyen lehetne ez a film, körülbelül, tehát meggyőzni őket. És emellett szereplőket castingolni, forrásokat gyűjteni, különböző workshopokon, fórumokon részt venni, hogy ez a projekt külföldön megmérettetett sok helyen, és ez nekünk nagyon fontos, mert itt Magyarországon van egy ilyen, hát mondjuk úgy provincializmus, hogy itt Magyarországról kapsz pénzt, az Magyarországon elköltöd, esetleg megnézni még magyar nézők, de külföldön sehol nem validálják a te projektedet, hogy érdekelheti ez a külföldi közönséget, stb. Tehát nagyon helyi érdekű marad. A mi filmünk viszont a magyar 25%-os kötelező adó visszatérítésen kívül, ami minden filmes produkciónak jár a hazai költések után, nincs magyar pénz benne. Tehát ez egy tök, teljesen egy unikális produkció ebből a szempontból, és főleg az, hogy ez az egész külföldön át érkezett meg vissza Magyarországra, hogy így fogalmazzak. Tehát az első két év az ezzel ment el, volt egy rövidebb forgatási, de annál intenzívebb forgatási szakasz, és volt egy másfél éves utómunka, és így állt össze ez a 4 év. Egyébként ez a nemzetközi vonal, ez különösen fontos számunkra, mert ugye nem csak a finanszírozás jött külföldről, hanem alapvetően ez egy nemzetközi piacra készülő film, és amikor ezeken a fórumokon pénzt gyűjteni mentünk, akkor tehát német, dán, francia produkciókkal kellett versenyezni a külföldi csatornák döntnökeinek a kegyeiért, és ott kellett meggyőzni őket. Hogyan teljesít egyébként a film? Úgy van, hogy egy összetett forgalmazási struktúrája van, hogy alapvetően egy ilyen unortodox módon kerül ki, hogy a normál esetben az szokott lenni, hogy moziban kijön egy film, ilyen formátum film, aztán televízióban, majd az interneten, most ez pont Magyarországon egy ellentétes ilyen dinamikát vett föl, hogy először az HBO Go-hozta ki, majd aztán HBO-n lement broadcast anyag, és utána vághattunk neki a mozi forgalmazásnak. Mindez azért van, mert az HBO a többségi producer. Hát nyilván az ő érdekei érvényesülnek ilyenkor. Igen, de egy tárgyalás sorozat után ők is érezték, hogy fontos, hogy ez egy sikeres mozifilm legyen, úgyhogy most már a premier előtti vetítések mennek, és akkor a HBO Europe egyéb országaiban, ez 15 másik országot, közép-kelet-európai országot jelent itt. A
megfelelő időpontba őszig jön elő, jön ki a film. Most egy megfelelő időpontnak azt mondom például, hogy a Krakóban a Nemzetközi Filmfesztiválon versenyprogramban van az Ultra, és akkor igyekeznek ekköré a lengyel premiért időzíteni. Finnországban azt meg kell említeni, vagy gondolva, így nagyon örülünk, hogy az első ilyen nemzetközi pénz, az a finn nemzeti csatornától jött be, ők már ötlet fázisban látták ezt, és ott elég bátor volt egy ilyen programozó, programigazgató, vagy nem is bátornak nevezni, hanem kicsit alapbeállítottságnak külföldön. Az, hogy a dokumentumfilm műfaj, csak Magyarországon kicsit ilyen inkább hozzá nem érek típusú rossz asszociációkat keltő poros műfaj. Külföldön ez egy nagyon kúrens, nagyon futó műfaj, ugyanazt a kettőt jelenti, bocs. Szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon divatos dolog, nagyon minőségi filmek készülnek, szinte játékfilm dramaturgiával, az, hogy a vizualitása az, amit egy játékfilm ez alap, tehát ezeket nem kell csodálkozni. Illetve főműsor idővel bemennek lakni dokumentumfilmet, és itt van hetente egy úgynevezett slot, egy műsorsáv, ahova ők előre keresnek évekre előre műsorokat, és ők egy program struktúrában gondolkoznak, illetve aznap, amikor ez majd szeptemberben lemegy a film tévébe, akkor ők igyekeznek hasonló tematikájú filmeket elérakni, az internetes felületeken is ezt a kommunikációt megindítani, tehát az, szóval hogy elképesztő profizmus megy ez ezen a szinten. Hát meg az, hogy társulnak külföldi országok egymással, hogy legyártsanak egy filmet. Uh-huh. A magyar elég nagy pénzből gazdálkodó, most már nem királyi televízió, hanem mondjuk, nem tudom én, minek hívják most, hírközlési médiahatóság, ő nem koprodukál egyszerűen külföldiekkel. Uh-huh. Nem tiltja meg, csak az, hogy egy nemzetközi dokumentumfilmnek a fejlesztés ideje is gyakran 2-3 év, és ha valaki magyar mondjuk az MTVA-tól pénzt nyer egy dokumentumfilm, ott másfél év alatt be kell fejezni. Igen. És mi nem erről volt szó. Nekem egy olyan kérdésem lenne még, hogy mind a mellett, hogy itt ilyen filmes fogásokra kellett ugye készülni. Te hogy tudtál felkészülni? Mi kell ahhoz, hogy az ember felkészüljön egy ilyen megterhelésre? Hát te mondtad, hogy fejben bőle. És akkor mikor? Kb. Egy héttel előtte? Vagy így fél évvel előtte? Mondja ilyen praktikákat, mert az nekem nagyon érdekes, hogy szóval mindegy, akkor a Balázsért aztán csak én bevezetőnek, hogy ő például, amikor teheti, futva közlekedik, de meetingekre is, vagy szóval, hogy egy csomószor bele lehet úgy illeszteni ezt az ultrafutást a napotba, hogy ne feltétlenül ideális körülmények között. Hát igen, mondjuk hozzá kell szoktatni a környezetedet, hogy egy meetingre kicsit izzadtan, futóruhában jössz be, de például az HBO-nál, vagy nálunk itt ez nem probléma, és akkor ezt így meg lehet oldani. Elég hiteles lehet, elég, hogy egy ilyen pénzkérő meetingre így beállítottál, egy hosszú táv futóruhában. Már kicsit, nem csak, már túl hiteles volt, tehát most már az a baj, hogy hozzám ragadt az, hogy a futó, közben azért én, tehát nekem ez egy hobbi, amit nagyon szeretek, meg komolyan veszek, de azért, tehát hogy mondjam, ez mondjuk egy napból egy-másfél órát vesz el maximum. Tehát, hogy mondjam, az, hogy ha lenne névegykártyám, ami nincs, akkor mondjuk biztos nem azt ragnám, hogy a futó, vagy a mit jelző, vagy futórendező, vagy akármi. Tehát, hogy ez egy kedves hobbi, és nyilván ez kicsit látványosabb, vagy nem is tudom, én érzékletesebb, hogyha sokszor találkozol velem futóruhában, de hát így tudom megoldani. És én hogy mondjam, voltak idők, amikor futottam hosszúakat is, mit tudom én, edzésként, ilyen 30 kilométer, de nagyon sokat sose akartam futni, mert egyrészt nincs rá időm, másrészt meg úgy érzem, hogy akkor elvesztem a kedvemet, energiáimat, amit a versenyre tartogatok. Tehát én nem akarok elit ultrás lenni, vagy lehet, hogy akarnék, de nem fektetek bele annyi időt, hogy legyek. Ezért én az ultrákat megoldom a sima napi edzésekből. Emlékezetből. Hát meg tapasztalatból, mert eljárok versenyekre, és akkor azok mind beépülnek, és ismerem magamat, hogy viselkedem, és az, amit mondjuk én edzésként csinálok, én főleg félmaraton, maratonra készülő, gyorsan, én gyors futó vagyok ezeken a távokon, és
azok hasznos tapasztalatok, ott is belevész ugyanúgy a fájdalomzónába, az is tökre erősít, nyilván másfajta erősítés, mint, meg másfajta adaptáció, mint mondjuk az ultrafutás, de ami, az ultrafutás igazából egy nagyon alacsony intenzitással, alacsony pózussal történő robotolás, és ez nem kell nagy, nem, ez nem, ez nem kell nagy fiziológia. Most egy példát mondok erre, hogy a Béla, aki az egyik szereplője a filmnek, ő az egyik próbálkozáskor azért esett ki, mert rossz helyre rakta a fejlámpáját. Ez mondjuk 100 kilométer után van, hogy annyira fáradt az ember fejben, hogy mondjuk elfelejt sót bevenni, amit időnként kell, hogy a vizet megkösse a szervezet, de mindegy, vagy ilyen apróságok, hogy nem frissít. De az mit jelent, hogy rossz helyre tette a fejlámpát? Az volt, hogy előre küldte csomagokat minden pontra, és rosszul írta fel a kezébe, hogy a 22-es checkpontom lesz a fejlámpa, és nem volt ott, és ő ettől megzavarodott, hogy most hogy fog sötétbe enélkül menni. Egyébként egyel előtte, vagy egyel utána volt, nem tudom, de... Meg lehetett volna oldani, de nem volt elég erős fejben, nem tudta megoldani. Ilyen apró dolgok, tehát azért fejben dől el, mert arra még csak ráveszed, hogy menjél tovább, de ha egy-két ilyen kis hiba van, akkor ez nem megy, és ez nem... Tehát ez másfajta sport. Mi lehet egyébként nálatok? Hogy a film alapján ez tűnt, hogy mindig a checkpointokon történik egy ilyen, nem tudom, a vizet, az élelmet ott tudod így magadhoz vinni, de közben is látom, hogy van rajtatok hátizsák, abban mi van? Vagy ezt... Hát abban nem sok minden van, mert az nehéz lenne. Csak egy fél tégla vagy. Nem, az olyan, hogy kb. Erre az este, ha elfelejteném én is, hogy hova küldtem előre cuccot, de egyébként egy frissítő, tehát a frissítő asztalakról is végig lehet csinálni a verseny, csak rohadt unalmasak kínált egy idő után, meg már nem bírod ezeket lenyomni a torkodon, mert azért ezt enni, ez fárasztó, hogy meg busztustalan idő után ugyanazokat az ízeket érezni, fantáziál az ember, mást kíván, és akkor ezért van benne a csomagban ilyen biztosabb olyan cucc, ami mondjuk mondom azt, hogy hazai íz, vagy másfajta íz. És akkor tehát... beraksz egy rántott húsos szendvicset? Hát majdnem, töpörtjük például a berakók egyébként, de tényleg töpörtjük berakók. Mit tudom én, ilyen másfajta édességet, hogy ne az legyen, amit ott kapok, esetleg pótnak egy zsellét, vagy kettőt, hogyha vészhelyzet esetére, meg van benne egy hosszújú póló, hogyha hirtelen hideg lenne, mert olyan is elő, egyébként nagyon meleg van ilyenkor Görögországban, de éjszaka hideg van, főleg a hegyek között, meg hajnalban. Hát, vagy esett az eső a filmben. És egy összehajtogatott eső kabát. Én ott elfáradtam fejbe már, nézd, hogy mondom, ezt egyszer nem hiszem el, hogy esik az eső, nem tudom, hogy kap levegőt, fut 15 órája. Egyébként az esőt lehet a legkönnyebben megoldani rögtönözve, mert csak egy kukás zsák kell, tehát azért bemész egy étterembe. Na, ez pont egyébként az ultrafutás ilyen praktikumokra nevel, tehát hogyha kell neked valami, akkor előjön belőle az állat, és mint a drogos, így ráfókuszálsz arra, amit éppen, hogy neked kell az a drog, csak én nekem éppen azt, hogy most, ha én sört kívánom, akkor így kurvára arra koncentrálok, hogy bemegy, valahonnan sört szerezzek, és bemegyek egy szuvenír shopba, vagy bemegyek egy benzinkút, és azt mondom, hogy arra, nincs pénzem, nézzenek a rajtszámom, csatakosan nézzenek ki, kurva fát vagyok, futó vagyok, tudják, hogy itt fut, megy egy verseny, kérek egy sört most 1 euró, szegény vándornak odaadják. És egyébként ezt is akartam kérdezni, hogy lehet alkoholt fogyasztani ilyen terhelés? A sör az nagyon jó, az ilyen elektrolitok, meg ásványanyagokat nagyon jó pótol. Szén, sok energia szén. Igen, szénhidrát. Az átvés ezt mondta, szénhidrát, de sok... mondom én teljesen hát azért, a vizet hajtja azért. Tehát meg tudsz borulni alkoholtól a fejben, szóval azért inkább egy fél sör szokott legurulni, vagy nem tudom, vagy alkoholmentes. Igen, de együtt nem szám, tehát ennél erősebb kell, tehát ez most keményen fog hangzani, de a legkeményebb szakasz ennek az összes éjszakától hajnali nyúló, na, tehát a ultrafutásnak, amik fölölnek egy vagy két éjszakát, annak a legkeményebb szakasz az mindig az éjszakának a végpontja, a hajnal eleje, ez a 2-3 mondjuk víradati. Tehát az a bioritmusban általában az emberek, de bármit csinálnak, azért olyankor az már aludni szoktak éjszaka. Aha. És azt kívánja a szerzés, az nagyon nehéz azt átfutni. Fáj a fejed, idegesít minden. Hát egyébként nem véletlen, hogy a kórházban is ebbe az időpontban szoktak legtöbben meghalni sajnos, mert ez egy ilyen mágikus időszak, amikor nagyon gyenge a szervezet. És mi ez nyúl ilyenkor az ember? Hát koffein tabletta, pofozgatja magát, levinti magát vízzel.
az biztos, hogy jobb, hogy fut, mint hogyha sétál. Én amikor sétálok, akkor ez a nagyon rossz kóvájgó érzetem van, azonnal elkezd fájni a fém, azonnal ilyen dezorientált leszek. Gyógyszert vehetsz be egyébként? Egy algopirin vehetsz? Bevehetsz. Egyébként ebből különböző iskolák vannak. Van olyan ultrafutó, aki azt mondja, hogy ez nem fair, nem etikus, hogy itt a fájdalmat azt meg kell élni, és hogy ne legyen fájdalomcsillapító, ne használjunk ilyen dolgokat. Van, aki meg azt mondja, hogy igen, miért lehetne bevenni nem akarok gyógyszeret mondani, de valami kemény a fájdalomcsillapítót. De hogy hol húzódnak a határok most azt, hogy fölrakod egy sebtapaszt, az mondjuk az most akkor minek számít, vagy bekenem mondjuk a ágyékomat ilyen vazelinnal vagy lanolinnal a súrlódás ellen, hogy akkor az most segédeszköz, vagy nem. Hol vannak a határok? És a határok, hogy teszem, hogy a filmben is feltűnik, hogy arra mi a szabályozás, hogy hozzátok érhetnek-e, vagy kívülről el lehet-e fogadni valamit, ott ugye volt egy ilyen jelenet, utána az úgy férjelhető volt egy picit, vagy legalábbis... Ott szerintem a versenybíró belezavarodott abba a jelenetben. Nem, úgy van, hogy vannak ezek a major checkpointok, tehát a nagyobb checkpointok, amik 20-25 kilométerenként vannak, ebből van mondjuk 7 talán az útvonalon, vagy lehet, hogy 8, ott lehet hivatalosan segíteni a segítőnek, a supporternek. Ott kicserélhet a hátizsákot, megsimogathatja, megnyomogathatja, cipőt cserélhet, de menet közben maximum csak tapsolhat neki, stb. Menet közben annak a versenyzőnek is, aki visz magával kísérőt, annak is a checkpointnak a kínálatát kell igénybe venni, és meg kell oldani a magának a dolgokat. Ezért volt ott az a félreértés, azért nem volt az, ahol éppen ez a jelenet játszódik, az egy kisebb checkpoint volt, és ott elve nem lehet segíteni, csak az anyuka elővújt Egyébként ugye ennek a, nem tudom, hogy az elején mondta, de hogy a Spartatlonnak mi a legendája, hogy egy Feidipidész nevű futó történetét játsszák el, aki a Balázsék ilyen modern köntösben, amikor nem tudom, te a sztorit jobban tudod, de hogy Athénból Spártába elment ez a futó, és ez az eredeti maraton történet, segítséget kért Spártába, nem kapott segítséget, majd valahogy visszavitte a hírt Athénba, mindez a perzsa háborúk idején volt, és akkor mire visszaért, már vége volt a harcnak. És ugye, mivel a Feidipidész történetét játsszák el, ezért fontos, hogy itt neki se segített senkit, vagy senki, ezért próbálják ezt a körülményt lejátszani. Úgyhogy más. Hát igen, meg más futóversenyt azért úgy ritkán tartanak, hogy forgalomban nincs lezárás. Hogy a frissítés. Nincs lezárás? Itt nincs, egyáltalán nincs. Az elején 20 km, az Athén autópálya. Autópálya leállóság. Autópálya leállóság. De elkerít, ha csak le van, nem? Egy semmi. Egy sávval lekerít. Ki van bójázva az elején. De olyan, mintha itt az M3-ason elindulnék, csak is bójázva lenne. És beengedik az autókat. Igen, annyi, hogy a belső sávban futók mellett közvetlen, ott általában kísérő autók mennek, még akkor, és viszonylag dugó van. Éjszaka már nem autópályán vagyunk, hanem ott akkor bekeveredünk a Peloponészoszi félszigetre, és az meg már kis falvak között ilyen alsórendű utak, az nem annyira durva, utána jön a nappal jön megint egy durva szakasz, megint kiérünk a főútra, ami vezet Spártába. Amit az elején. Igen, és az azért ott már azért tényleg fáradt az ember, nagyon kell fókuszálnia, hogy a leállóságon belül maradjon. Jó, ugye kiküldik a bal oldalra, tehát az autók ott mennek el a jobb kezénél, szemközt. Ami mondjuk jó, mert legalább látod, hogy jön egy autó, és nem hátulról csap el, de azért állnom kapni a dudárnak a menetszelet, az kemény, és... Rémisztő, ráadásul ugye az autók egy csomószor mi is azt gondoljuk, hogy az jót fog tenni, hogy én dudálok, hogy kvázi szurkolok neki, de az rettenetesen idegesítő. Idegesítő, igen, meg itt a megrémülsz, hogy jaj, rajta vagyok az úton, elkipróbáljon. Hát a görög kamionos kollega lehet, hogy annyit aludt, mint ti összesen, vagy nem tudom. Igen, és azért nem tesz annyira. Na, Laci, még azt akartam kérdezni, hogy itt a külföldi szereplők hogyan kerültek a filmbe, ugye? Ott az elején úgy tűnik, hogy, meg hát gondolom, Balázs már említette, hogy ez egy közösség, de hogy konkrétan ugye a filmbe hogyan kerültek ott, ugye látunk egy családot is. Ez mindig a Balázs kérdése szokott lenni, úgyhogy még kicsit más választ kaptuk tőle, mert onnan kezdeném, hogy a szereplők, akikkel forgattunk, annak egy része került csak be a filmbe. Tehát mi ennél több szereplővel forgattunk, sőt konkrétan egy görög történetet ugyanolyan alapossággal kidolgoztunk, mint azokért, akik bekerültek, és nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a film része lesz, és akkor picit mindenki más, hogy került a film közelébe. A Béla
a verseny előtt két évvel az egyik kiesése után ő egy szobában lakott a Balázzsal, uh-huh. és hogy egészen megható kapcsolatba kerültek emiatt, úgyhogy uh-huh. ő kvázi adta magát. Uh-huh. És a Balázs ugye már évek óta készült fejben erre a filmre, és akkor ilyen óriási hosszú listái vannak uh-huh. futókról, hogy uh-huh. mit tudom én, ez ninja ruhában fut, ez egy bálnavadász Feuer-szigeten, és akkor uh-huh. ebben a legelső listában a francia család uh-huh. Már benne volt, és egyébként az az érdekesség, ezt is felejtettem mondani, hogy Angel, hát most nem spoilerezem, de hogy... Nyugodtan elmondhatod. Hát nem tudom, hogy olyan nézi-e, vagy hallgatja a podcastot, aki majd megnézi, mm. de hogy van egy szereplő, aki ebben a családi szában, ő többször be is fejezte már a versenyt. Mm. És ő nagyon, igen... Mm. És akkor az ő sztoriuk... És mindenki befejezte a versenyt, kivéve a Béla, a magyar futó. Mm. 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 Igen, és akkor őket a 2014-ben így a díszvacsorán elkaptuk, hogy jaj, egy interjút esetleg lehetne veletek csinálni, hogy mennyire érdekes, és akkor ő már ebben a rövid interjúban kiderült, hogy ők nagyon érdekesek. Mm-hmm. És ott az édesapa egyébként végig olyan volt, mint hogyha ő, nem azt mondom, hogy meg se kottyára neki, de ő annyira látszatra, annyira jól tűnt. Rendíthetetlennek tűnt az öreg harcsonat. Hát ő egy ilyen buddhista lélek, és... Hát végtelen boldogságra tűnt. De abszolút, akkor ez tökéletesen átjött, mert ő ez. Tehát, hogy ő megtalálta a futást 20 éve, mérnök, de egyébként volt profi focista is akart lenni, és ugyanúgy volt, amit mondtam az elején, egy ilyen lelki hiánygazdálkodás benne, hogy mit csinálja, hova vezet most az élete, és megtalálta a futást, és annyira megtalálta, hogy őt az teljesen kikapcsolja, teljesen megnyugszik tőle, és áprilistól októberig ez a család élete, gyakorlatilag tényleg az elmúlt 20 évet erre tették föl, hogy ők versenyről versenyre utazgatnak minden héten, nem viccek, minden héten máshol vannak, mert három fiúk van, ebből az egyik futó, a másik focibíró, a harmadik meg igazából nem csinál semmit, de a futó fiút viszik mindig magukkal, ő az Ángel, aki benne van a filmben, és minden héten valahol máshol versenyeznek, például másfél hét múlva találkozom velük Görögországban vagy másik versenyen, rá egy hétre jönnek az Ultra Balatonra futni, akkor rá arra egy hétre nem tudom, hogy hol fognak futni, tehát így mennek. Van egy nagy házuk, ami el van hanyagolva, nincs idejük rá, mert péntektől hétfőig, szó szerint nem szint, nincs, mert eldöntötték, hogy ők nagyon szeretnek futni, meg a gyerekekkel lesznek, és ennek alá rendeltek. Minden az apukára. És az édesanyja nem fut, ő támogatja. Régen futott, amikor még volt ereje, kedve, ideje, nem tudom, most már csak kíséri őket, mert egyszerűen olyan ez a két ember, a apuka meg a fiú, mint a bébik, mert hogy szükség van az anyukára. Nincs ott, akkor kicsit megzavarodnak. Az anyuka minden rendezi hétvégén őket. Full stresszben van, mert meg az autóval, és akkor ennek segít, annak segít. És mind a két gyereket gyorsan elrendezik. Igen. Na és akkor ez a francia történet, és tehát éreztük, a Balázs érezte, hogy még mindenképp egy erős nő karaktert szeretne a filmbe, és a net pedig úgy talált meg, hogy a Balázs egy német ultrafutó oldalon feltett egy hirdetést, hogy szereplőket keresünk, és egy csomó jobb képességű profi futó, de aki mást várt a filmtől, olyan is jelentkezett, és akkor kapott egy egész szívhez szóló levelet a Balázs Anett férjétől, Herberttől, aki a filmben is látszik, hogy ez az Anett története, hogy nem tudja, hogy mit tudunk vele kezdeni, de hogy... Ő túl szemérmes, nem jelentkezne magától, de mi lenne, ha esetleg találkoznánk vele. És ott egy ilyen hosszú barátkozási folyamat volt a stábnak is, a Balázsnak is, mert ez a francia család, ők egyből befogadtak minket az első pillanattól. Nem számítottak rá, hogy ekkora film lesz. Konkrétan azt mondták nekünk, hogy először azt gondolták, hogy egy YouTube videó lesz ebből, és amikor már harmadszorra mentünk vissza hozzájuk, akkor már így kapcsoltak, hogy itt valami egészen más dolog készül.
És említetted, hogy van akkor egy görög családnak a történet, aki nem került be a filmbe, hogy az mi lett volna egyébként, hogy valamennyit elárultok róla? Máriusz egy nagyon sokszoros spartatlon teljesítő, 20 körüli elindulás. 24-szer indult, és 14-szer fejezte be. Isten. Igen, ő neki tényleg ez az élete, ő úgy fogalmaz, hogy egy a boldogság labirintusába belekerült erre fiatalon, amikor az első teljesítését, vagy az első elindulásakor, és azért fogott meg minket, mert éjszaka órásmester, régi svájci órákat, mechanikus órákat újít föl, és egy ilyen klasszikus mestersége van, az órásmesterség, és úgy gondoltuk, az idő is egy ilyen érdekes, kreatív szál, amit mi majd föl tudunk használni, illetve napközben, ami neki a főállású hobbija, az, hogy ő madarakat gyógyít, van egy madárkórháza Pároszon, egy görög szigeten, és az egész egy csodálatos hely, ő is egy hát nem tudom, milyen magasztaló jelzőt használják a Máriuszra, de egy ilyen bölcs ember, és nagyon közeli kapcsolatba kerültünk vele, és tényleg olyan, mint hogyha ez a Kill Your Babies, ez szokott lenni, amikor így a dokumentumfilmesnek dönteni kell ilyen súlyú dologról, majd ezt a szereplővel is közölni. Szóval talán ez volt a legnehezebb része a hát ők ezt így dekódolják, aki kivaradt, hogy nem értékes az ő életük, mivel nem kellett a filmbe. De hát, nem erről van szó, hanem arról, hogy van dramaturgia, meg a különböző anyagok, hogy állnak össze. Ez olyan, hogy hiába tudsz te rohadt jó tejfölös uborka salátát csinálni, hogyha az történetesen nem megy a rakott krumplihoz. És ahogy nemzetközi a produkció, Tom Ernst a film vágója, ő egy német vágó, de már jó ideje Magyarországon él, magyarul is beszél, és ő egy nagyon tapasztalt vágó, többek között egy Drifter című nagyon sikeres dokumentumfilmet csinált, amit magyar rendezővel, ami az ITFA-t is megnyerte, ami az Amsterdami Dokumentumfilmfesztivál. Na és akkor, amikor a Tomot bevontuk ebbe a folyamatba, akkor mivel ő nem volt olyan közel érintett a szereplők által, vagy nem volt olyan közeli barátságban, egy csomó döntésbe segített nekünk. Vagy hát ilyen volt drasztikus. A mészáros, igen. Ő volt az, aki nyugodt szívvel mondta, hogy jó, Máriusz ki. Igen, mert valahogy ezt a 250 óra nyersanyagot mi egy 5 órásra le tudtuk szűkíteni, de utána egy baltával kellett ezt vágni, és akkor tényleg ilyen... Mennyi is a film? Hát 81 perc, és tehát az gyakorlatilag a 250 körülbelül 250 óra összforgatott nyersanyagnak ugye a 99,5% kuka, tehát marad 0,4%. Igen. Hát gondolom az érvényesül, hogy főműsoridővel bekerülhessen egy ilyen hát, platformokra, és akkor ennek de ez a korlátom. De ha most én egy cégnél dolgoznék, és ilyen hatékonysággal dolgoznék, akkor már rég kirúgtak volna, hogy a ilyen egy számmal. Ti ezt jobban értetek, de hát ezeknek a filmeknek körülbelül ilyen aránya van, persze, nem? Tehát, sőt, ha már 10% az már ilyen tök jó, nem? Tehát, hát az a játékfilmnél van, mert ott a forgatók, hogy ott a kotta, és akkor oké, lehet, hogy jelentet leforgatnak 10-szer, na de ott pontosan megvan, mit akarnak forgatni. A dokumentumfilmnél pedig azért az élet írja, és neked alkalmazkodni kell újraírni, kicsit te is irányítod a szereplőket, hogy körülbelül te mit szeretnék közben. Ez egy ilyen húzd meg, erezd meg játék, egymást terelgetitek, de itt nem tudod, hogy mi lesz a végkimenetel. Amikor elmentünk Spártába, és ezt a 2015-ös forgatást elkezdtük, akkor már azért látható volt, hogy egy nagyon érdekes, meg addigra már a mi fejünkben is kikristályosodott, hogy ennek a 36 órának a története lesz a vezérfonal, és hogy erre ráhúzva próbáljuk elmondani a szereplők privát életben levő történeteit. De mire eljutottunk oda, az egy nagyon hosszú ilyen írási folyamat volt, és érdekes módon rengeteget írta a Balázs ezt a történetet különböző fórumokra nekünk, mint egy ilyen porszívó ügynöknek ezt a filmet így prezentálni kellett eladni, de tényleg, hogy na ez egy, nem tudom, egy régi görög dráma struktúrájára épülő, nem sportfilm, mégis egy testről és lélekről szól, csak ezt a címet lefoglalták már. Igen, és akkor az elején azt mondtuk, hogy itt a háttértörténetek a lényeg, nem is a futás, de aztán rájöttünk, hogy mégis nagyon érdekes másfél napos keretet tud adni, és egy dramaturgiai ívet ez az egész, és akkor mikor oda mentünk, akkor már tudtuk, hogy ez lesz a lényeg.
Na csak azt mondom, hogy az, hogy ez a két éves forgatás, írási folyamat, elővágási folyamat, tehát gyakorlatilag az első pillanattól kezdve mi vágtuk ezt a filmet. Uh-huh. Azért, hogy pénzt tudjunk gyűjteni, azért, hogy a finanszírozóinkat meg tudjuk győzni, hogy itt egy komoly minőségű munka lesz. Igen, hogy érdemes nekik akkora rizikót vállalni, ezt meg kell győzni az HBO-t is, hogy ennek a pénz nagy részét másfél nap alatt költjük el, úgyhogy mi nem tudjuk, hogy ott mi fog történni. Ráadásul a Balázs se lesz ott. Uh-huh. Tehát, hogy... amikor azt mondjuk, hogy pénz, akkor itt azért tényleg gondoljatok hihetetlen összegekre. Gyakorlatilag szerintem Mészáros Lőrinc mondjuk elmegy WC-re, elolvassa a napi sajtót, és addig megkeressenek a filmnek az összköltségvetését, vagy Cristiano Ronaldónak az egynapi keresete. Tehát ez egy dokumentumfilmhez képest, ez egy magyar szinten ez egy magas büdzsé, nemzetközi szinten egy nagyon alacsony, és egyébként játékfilmhez képest, akár magyar, akár nemzetközi szinten, egy nagyon alacsony összegből készül. És biztos a játékfilmes kollégáink ezért keresztre feszítenek? Nem is, csak hogy azt mondják, hogy jaj, de aranyosak itt a dokumentumfilmesek, de hogy mi, amikor moziba megyünk, akkor nekünk játékfilmekkel kell felvenni a versenyt, és mi bátran vállaltuk, hogy egy mozi hosszúságú filmet csináltunk, és hogy ezen a piacon megállja a helyét, és egyébként, ha így nézzük, akkor ez egy nagyon-nagyon olcsó alkotás. Költséghatékony, akkor egyébként a filmen ez nem látszik szerintem. Nem. Hát azért minőségi, tehát itt az operatőrök nagy része a díjakat nyert, az egyik operatőr Lovasi Zoltán, ő a Fligauf Bence ezüstmedve díjas filmjének is operatőre. Volt három napja a Saul fiában is, amikor helyettesítette. Igen, szóval, hogy ugyanaz a brigád dolgozott kvázi. Nyilván itt a kamera mozgatáshoz nem filmes kamerákat használtunk, hanem nagyon jó minőségű szintén broadcast kamerákat, de egy pár ilyen kompromisszumot kellett hozni, de ott is egy történet van, amit elmesélnek, ott is szereplők vannak, ott is dráma van. Meg most kicsit úgy, hogy magyarázkodnánk, szerintem a sikert nem kell magyarázni, és most nem fényezésből, ez a film tök sikeres, és tök pozitív szakmailag, közönségileg, sajtólag a visszhangja, csak azért beszélünk ennyit erről, hogy lássák, hallják, értsék azok is, akik nem tudják elkezdeni, hogy készül egy dokumentumfilm, hogy ez egyrészt egy tök kalkulálhatatlan dolog, ahhoz képest sokkal kevesebb pénzből forog le, és hihetetlen mennyiségű energiát emészt föl az alkotók részéről, és valami nagyon durva megszállottság kell ahhoz, hogy te együtt élj a szereplőiddel, kivárd azt az időt, lehet ez nem csak 4 év, hanem 8 év, elképesztő mennyiségű nyersanyagot termelsz, nagyon sokszor van az, hogy kilátást, hogy lesz, mint lesz, nincsenek fix finanszírozási forrásai gyakran, vagy ha vannak is, azok hamar kimerülnek. Tehát ezek hogy mondjam, ez nagyon kell szeretni a filmet, meg a témát. És hogy mindeközben még futni is, hogy volt mindez a... Hát ezért, mert ezt szeretem. Mert mind a kettő. El, mert igen, az, hogy szuper lesz. Hogy amikor én először futottam a Spartan, az nekem olyan élmény volt, meg eleve a futásnak olyan sokat adott, meg a Lacinak is, ő is fut, hogy szerettük volna megosztani az emberekkel valamilyen formában. És lehet, hogy persze olcsóbb lett volna, nem tudom én, blogolni róla, mi egyébként blogolunk róla, de hogy szóval, hogy ezt át kell érezni, látni, és ez a film a legjobb médium. Hát és ezt, mivel mi filmesek vagyunk a ketten, ez kézenfek volt valamit elkezdünk. Csak azt, hogy... Tettétek a két kezetek. Igen. Volt olyan, hogy azt gondoltátok, hogy nem jön össze maga a projekt? Volt esetleg ilyen durva mélypont? Vagy csak olyan volt, hogy akadozik? Az nem. Olyan volt inkább, hogy nem láttunk nagyon előre, vagy voltak ilyen kétségbeesési fázisok, amikor ebből a 250 óra anyagból, tehát hogy az utómunkát úgy kell elkezdeni, hogy csak az, hogy el tudjunk kezdeni dolgozni, az körülbelül 4 hónap stúdiómunka volt, illetve tolmácsok, meg vágóasszisztensek bevonásával. Tehát, hogy 4 hónapig dolgozol azért, hogy elkezdhess dolgozni például, és várják tőled az anyagot. Tehát itt azért határidőket is válasz szerződésekben, hogy oké, hogy megkapod ezt a pénzt, de ők ekkor szeretnék tévébe adni. És akkor volt egy ilyen nehézség, meg még egy olyan pillanat talán, amikor mielőtt elindultunk Spártában, és már elő volt készítve a forgatás, akkor rájöttünk, hogy
hogy vissza kell vágni a büdzséből, és akkor el kellett kezdeni úgy csinálni, hogy hogy tudunk mondjuk 10 emberrel kevesebbel ugyanazt a minőséget kihozni, és akkor nem az, hogy Káosz kapitány oda. Igen, akkor sem gondoltuk, hogy nem fog megvalósulni, de ez a film csak akkor azért érezhető volt, hogy mi is a határainkat feszegetjük, illetve az egész a határfeszegetésről szól, a Balázs határairól, de a színfalak mögött ugyanez ment, itt a stáb. Hát ez egy nagyon komplex dolog, most nekem ez az első játékfilm, hosszúságú filmem, annak egy nagyon régóta filmezek, és csináltam 1000 projektet, de hogy rögtön ezt egy nemzetközi koprodukcióval nyitni, 5 nyelven forog, nem tudom én, 7 országban, és egyébként még másik 7 országban volt fórumokon, meg utómunkázva, meg előmunkázva, ekkora stábbal, úgyhogy egyébként nem csak rendezgetem ezt, hanem mondjuk írom is, meg benne szerepelek, futok, tehát ez egy nagyon nagy vállalás, ami csak utólag esik le az embernek, mert amíg csinálja, addig megszállottan csinálja, és most például értem már azokat, akik mondjuk, nem tudom én, éveken át, nem tudom, egy hajómodellt építenek. Tehát, hogy közben nem gondol az, hogy ez mennyi mindennel jár, hanem csak úgy csináld, és így benne vagy, viszonylag szemellenzősen, és akkor a végén, hogy kész van, akkor hogy hátralépsz, és akkor látod, hogy baszdmeg, hogy ezt is, úristen, és na. Nekem van egy pillanat, de ez most annyira nem fog, lehet, hogy csak a Balázsnak mond valamit, hogy még a legelején egy ösztöndi programban volt benne a Balázs, egy német központ, egy Nipkov nevű programban, és annak, tehát hogy, amit a Balázs mondta, hogy első nagy játékfilmes, gyakorlatilag mindketten első filmesek vagyunk, igazából ez a hossz, ami így a belépő, így a, mondjuk a mozivásznak. Nevetséges, de sokan innentől kezdve tartják magad rendezőnek, ami szerint baromság, de hogy ez van. Igen, és ezt igazából nem tanítják az embernek, hogy lehet nemzetközi piacon pénzt szerezni, hogy lehet ezeken a fórumokon helytállni egyáltalán, mik ezek a fórumok. Tehát ezt mind ki kellett nekünk találni, nagyon sok kutatómunka, nagyon sok visszautasítás. Nagyon sok helyre kellett elfutnod akkor, Balázs. Hát valahova biciklivel ment egyébként. Ment csak Szlovákiába egy workshopra 240 km, és mi nagyon jók a szlovák utak, sokkal jobbak, mint a magyar utak, hogy nem lopják ki anyagot belőle, hungaroring minőség, ezért szépen elbiciliztem 8 óra alatt Szlovákiába. Igen, de ott egy nagy szerep is volt a Balázs, hogy vissza is bicóval mész, meg ott az egész, hogy nagyon egy érdekes. De mi volt az a pillanat? Na és hogy kint voltunk Belgrádban, egy ilyen pitch, úgynevezett pitchen, ahol prezentálod a projekteket, és akkor profi producerek meg szétszedik. És az egy projekteket profi producerek. Igen. És volt egy Oscar jelölt dokumentumfilmes producer, aki így a szemünkben nézett, és azt mondta, hogy tudja, hogy be fogjuk ezt a projektet fejezni. És én nekem ez egy ilyen kapaszkodó volt, hogy ő azt látta ezt bennünk, meg egy kicsit így ijesztő is, hogy miért ne fejeznénk be, miért egyébként, bocs, ez hosszú, akkor váljátok ki, csak ezt most tudtam meg, amikor voltam Szarajevóban egy másik workshopon, erről a producerről, aki egyébként a... Christine Kamdesu, az a neve, és Five Broken Cameras, vagy 5x5 kamera címmel jelölték a filmét Oscarra. Ja, én nem őre gondoltam, mert a másikra mindegy. Akkor ezt mindegy. Van egy másik producer is ugyanúgy ott volt, és ő is tökre biztatott minket. Ő a Dani Stanovic bosnyák rendező, Senki földje című filmje, 2001-ben nyert Oscar-díjat, legjobb külföldi filmként. Arról szól, hogy egy szer meg egy bosnyák a növényszárkokban egymást lövik. Nem tudom, láttátok el. Mindegy, ez egy... és annak ő volt a producere. Aznap, amikor megnyerték az Oscar-díjat, egyébként volt még több futó projektje a cégének, aznap a cége csődbe ment likviditási problémák miatt. És ezt most tudtam meg, hogy mert ő is minket biztatott, és az ilyen, azt hittem, hogy róla fogsz beszélni, hogy ez egy ilyen jó ember biztat, aki egyébként így egyszerre fönt és lent. Jó, bocsánat, van mellék sztori. Az a másik, tehát, hogy ez, említettük, hogy kreatív dokumentumfilm, vagy egy ilyen sztori alapú doksi film, tehát nem beszélő fejek vannak benne, igazából ezt tekintik dokumentumfilmnek a Nyugat-Európában, vagy a sok helyen, és na, mit akartam? Én erre azt akartam mondani, hogy egyszer nekem azt mondta az egyik mentorom, hogy mitől, mi a különbség a dokumentum és a játékfilm között, és azt mondta, hogy a dokumentumfilm azt mondta, hogy it's better,
than a film because it's true. Uh-huh. Tehát, hogy, uh-huh. mert hogy valóságból épít, hogy valóság alapja van, és valós szereplőket látsz, húsvér embereket látsz a vásznon, amikor én, mit tudom én, elmegyek egy közönség találkozni, akkor látnak, hogy ez az ember uh-huh. ott, aki előbb ott tényleg volt a kvázi fikcióban, itt van most előttünk, és itt uh-huh. beszélünk. És tényleg, és bocs, azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ott van például, nézzétek meg a filmben Béla feleségét, Juditot. Hát itt ilyet nem lehet rendezni, nem tud a legjobb magyar színésznőt meg úgy instruálni, hogy ezt hozza. Egyszerűen ő egy színésznői magasságban létezik ebben a filmben, de nem színésznő, hanem ő tök természetesen magát adja, már a kamerát el is fejtett, hogy ott van, viszont annyira emberiek a reakciói, annyira rögtön... Ki is játszott a hideg, ahogy rágondoltam, mert engem annyira... Érzelmileg azonosulsz vele, vagy pont, hogy nem azonosulsz vele, de mindenképpen bevonódsz valamilyen formában, igen. és ezt nem tudod egyszerűen, ha a Juliette Binost hozod oda a főszereplőnek, vagy a Meryl Streepet, hát nem fogják tudni megcsinálni, mert érzed igen. rajta azt, hogy én szeret. Akkor már olyan ideges voltam. Annyira ideges voltam már, hogy mondom, hát ezt nem hiszem el, hogy most komolyan még képes, és hát jönnek az autók, és én de pont azért. Igen, és én ugyanúgy mondtam, hogy az árpillanat, hogy jó, hát itt, ha ezt most itt tovább, én nem tudom, mit csinálok. Hát egyébként a film volt a végén derül, hogy te is ott vagy, ez hogyan történt, hogy te utólag csatlakoztál ott? Hát úgy volt, hogy én, amikor én befutottam Spártába, akkor már visszaindult egy csapat operatőr hangmérnök Aténban, hogy elkezdje fölvenni Bélának, azt nem spoilerezek nagyon, Bélának a gerilla rajtját, tehát hogy ő külön lefutja ezt a versenyen kívül. Tehát amikor én beértem aznap, mit tudom, délután este, ők már ott voltak rajtra készen állva, hogy elkezdjék a Bélának a verseny rajtjához képest két nappal későbbi futását filmezni. Majdnem, így igazából az volt, hogy stábvacsora, a stáb egy része elindult haza, egy cucc egy része elindult haza, és a túlélők maroknyi csapata a stábvacsora után elindult Spártából, és akkor vissza már ilyen, vissza a témba. És én is csatlakoztam másnap délután hozzá, amikor kipihentem egy kicsit magamat. Felépültél, mert hogy... Hát azért feküdtem a platón, és akkor onnan bíztattam a Bélát, meg egy kicsit ilyen, tudod, ilyen ez a karossz, könnyű a kibicnek, tudod. De ez hogy működik, hogy itt tényleg ilyen orvosi, tényleg tolulsz egy infúzió, tényleg. Minden? Hát én tavaly is... Én azon is fejdegesettem ám. Igen? Hát az nem tudom, az infúzió, egy vénás, ez a legrosszabb dolog a világon. Ezt az el kell mondanom, hogy úgy néztek végig a filmet, hogy nem tudom, tündi 5 percen. Miért csinál? Hát nem, miért csinálják? Jó, hogy nem moziba, az ötödik kivezetted. Én fél óta már tényleg szóltam, hogy most nem tudom, lépjünk már túl ezt. Hát figyelj, ez a miért nem baj, hogy megfogalmazódik benned, mert ez egy fontos kérdés. Nem, kötelezzen ott van, mert nagyon sok futó dehidratáltan ér be a célba. Van az a célegyenes öröme, és a pillanatok alatt egyszerűen kifut belőled minden, és a nagy örömből itt egy nagy zuhanás lesz. Hát, hogyha úgy ítélik meg, hogy te vagy ki vagy száradva, vagy el vagy gyengülve, akkor lefektetnek. De az alapprotokollt mondd el, mert az nagyon szép. Az alapprotokoll, ugye itt nincs díjazás ezen a versenyen, általában ultraversenyen. A legtöbb ultraversenyen nincs díjazás, te fizetsz még azért, hogy ott legyél. Itt is egy szimbolikus olaják koszorút kapsz a fejedre, a célba érsz egy korty vizet, és akkor utána szépen elmetsz a medical tentbe, és akkor leültetnek az orvosi sátorba. Az Athéni Egyetem podológiai tanszékének hallgatói élő embereken kísérletezhetnek, és akkor megvizsgálják a lábadat, kiszúrják a vélhólyagot, imádják csinálni, arra várnak, hogy páciensek jönnek, és egész szépen nem, hogy végre. És ott lekezelhetnek 200 embert, megmossák a lábadat, szépen kiszúrják, lefertőtlenítik, be sebb tapaszozzák, szia, mehetsz dolgozni, a lábadra bír szállnak, ott menjél, szia, a rosszabb állapotban lévőket lefektetik. Ja, és akkor mindenki szállodában lakik, és a szállodai papucsba ilyen zombi mozgású, ilyen hadirokkantak ott mennek a izébe, és akkor aki ilyen, mert ugye már földogad a lábuk, és ez a frottír szállodai papucs, amit mindenki még föl tud venni, és akkor látod, hogy ki az, aki beért a célba, az ilyen papucsba, ilyen hullaként itt megy. És hogyha valaki a verseny közben rosszul van, igen. akkor vele mi van? Jár ott azért ilyen részmarsallok, meg részofficial, meg egy-két vagy ilyen orvosi autó. Ezek az emberek kemények nem lesznek rosszul. 3-5 kilométerenként vannak checkpontok, tehát oda még azért vagy elvánszorog, és akkor ott feladja, vagy jelzi, hogy kellene való orvosi. De telefon nem lehet az ember? De lehet. Hát lehet. Ha akarod vinni, zenét nem 200 kilométeren, tehát az... Zenét nem szabad hallgatni, mert az autó miatt, hogy ne vagy meg...
Tehát egyébként, ha akarsz, te egy durazsákot is felvehetsz magadra, és mindent igen. magaddal videsz. Igen, igen. Egyébként van olyan, nyilván aki sem. Ilyen sol cipőben, ilyen otthonkában teljesíti egy néni, tehát hogy... Mi az, hogy egy néni? Szerintem ilyen 60, ne. 60 pluszos. 46 az átlag él, 46-47 az átlag él, akkor a versenyzőknek. És a legidősebb teljesítő 75 éves. Jó. De azóta a futóknál ez nem ritka, volt, amikor idősebb. Hát akkor érnek meg főleg igen. fejben. Igen. És vagy akkoriban változik úgy meg az életük, nagyon sokan, tudod, így ez a midlife crisis idején egyszerűen úgy döntenek, hogy valami kell az életükben, valami változás, és sokan valamit elkezdenek csinálni, sokan a sportban találják meg, azon belül a futásban, és azon belül pedig, mivel felnőttek, és már úgy érzik, hogy sokat bírnak, és sokat tapasztaltak, és új kalandokra, új tapasztalásokra kíváncsiak, ezért elmennek ultrafutni. Tehát ezért magas ez az átlagéletkor, és azért is, mert szóval egy ilyen izgága fiatal ember az nem türelmes. Az hát én a fiúközben rájöttem már, hogy én ezt jelenleg biztosan tudom teljesíteni, hogyha másfél órás dokumentumot is úgy nézem én, hogy de miért? Igen. De ez megtanít rá. Tehát ez érdekes módon ez arra kondicionál. Ez nagyon érdekes volt. Itt a Wikipédián után néztem így a versenynek, mielőtt idejöttünk, és a magyar résztvevőknek, és hogy ott meglepően tapasztaltam, hogy főleg a hölgyek között, hogy ott a magyarok tartják a rekordot, vagy tartották igen, talán. Igen, nem tartja a pályácsúcsot. Sőt, több magyar hölgy is. Igen, egymástól vették el a nagy Kata Lubic Szilvi rekordját, döntötte meg tavaly. És hát te is, hogy voltam, négyszer teljesítette, igen. És ugye említette ő András Tőmek, hogy voltam 18-szor. 19, ebből 17-szer zsinórban. Igen. Igen. De volt férfi győztes is, ha jól voltak, tudom. Voltak, igen. Bogár Jani 91 vagy 92-ben. Igen. Az még érdekes, hogy Spártában, itt a főtér végén van a Leonidas szobra, az a vége, az a cél, viszont útközben, ezen a főúton, egy 100 méterre a szobortól, ott van két ilyen márvány obeliszk, az egyiken az összes spártai győztes szerepel, a másik meg a Spárta megyeinek olimpikonjai. Az időszentes előttről. Aha. Tehát az időszentes előtt, mint a 476-os aha. játékokban, nem tudom én, fogadhajtásban és stadion futásban, nem tudom, Hermiones nyert. És azért ott jó nézni, hogy ott vannak a magyar nevek. Persze görög ABC-vel, úgyhogy ki kell ott a Lubic Szilviát is bogarászni, hogy melyik lehet ő, meg hogy mi a Magyarország, de az egy ilyen nagyon felemelő dolog. Aha. Meg az egész befutó, tehát az nem tudom, hogy a filmből mennyire jön ki, hogy például az utolsó 4 kilométeres szakaszon ott a spártai gyerekek ott így versengenek, hogy ki kísérheti be a futót. És csak mert ott inkább a futókra koncentráltunk, de az egészen felemelő, meg az egész... Na mindenki. Moziban. Meg az egész verseny, igen, moziban legközelebb. Május 10-én van premier előtti vetítés. Május 1-én mind a két terem a Toldiba teltházas volt, pillanatok alatt elkeltek a jegyek, 7-ére is, most még 10-ére vannak. Vagy vidéken van sok helyen előadás még. És a Ultra Facebook oldalán. Ezek ilyen extra előadások, meg közönség találkozósok. Uh-huh. Tehát a legtöbb ilyen én ott vagyok, vagy a Laci ott van, vagy valami szereplőnk ott van, és akkor így meg lehet, nem tudom én, érinteni minket, hogy nem vagyunk egy aura jelenségek, hanem tényleg húsvér emberek vagyunk. És meg lehet kérdezni, mit eszik, mit iszik. Igen, ilyesmi. Mennyit alszol egy ilyen verseny előtt? Meg után? Hát verseny előtt? Előtt, meg után, igen, ha nem éppen platón utazol. Hát például tavaly nem tudtam, nem voltam ideges, egyet már azért most már rutinosnak nevezném magamat. Egyszerűen nem jött álom a szememre, nem, tehát úgy álltam rajta, hogy már akkor nem aludtam 24 óra, és tök fáradt voltam. És úgy kezdtem el, ezért... Ijesztő volt egyébként az, hogy izgultam most először igen? miattad, ezért igen, mert mondtad. Mi? Láttad rajtam, vagy mi? Hát igen, ott a fáradt is volt a szemed, meg mondtad is, hogy nem ment az alvás, és igazából az alvás megvonás, vagy az alvással való küzdelem, az amúgy is probléma a versenyen. És még az itt szólt, hogy előtte, utána, hogy pihennek, valaki közben is pihen perceket, tehát megáll. Igen, de ez egy tüsszentésmérő, tehát az olyan, hogy mondjuk lefeküdtem, most előre menekültem, és volt, mint éjszaka volt 2,5 erőnyös, és úgy voltam vele, hogy na ebből a 2,5 órából le lehet adni mondjuk 1 órát. Az még biztonságos. Azt még ki tudom menedzselni, ha bármi van. Úgyhogy egyszer ott, mint 148 kilométernél 20 perc,
fölkeltem, tovább botorkáltam, azt még fáradtabb voltam, akkor 170-nél. És akkor fogod magad az útszélén? Nem, hanem checkpontra bemegyek. Checkpontra, jó. Olyan nagyobb checkpontokon vannak ágyak, meg takarók, az egyébként veszélyes, mert jó melegben hirtelen lefekszik, onnan nehéz, ahogy beszéltük, fölkelni, de és az körülbelül ennyi idő, mint a szempillantás. Ne jelzel, a pont törnek, hogy mikor ébresztenek. Így van. És így mutatod a görögnek, ha nem beszél angolul, hogy mi 5, akkor azt mondja, 5 perc, hogy ébresztem. És fölébreszt kegyetlen, és mondod, hogy na, takarodás van. Tehát ő az érdekedben rúg ki a pontról, de nekem még egyszer kellett aludnom, mert nem, na tényleg, fáradtam, kóvályogtam. Utána mennyit alszom? Utána nincs az, hogy akkor... Utána sokkal kevesebbet, mert annyira intenzív élmény, az annyira... Igen. Emlékszem, hogy mit tudom, elvergődtünk a szállodába, akkor tavaly pont kint voltak a gyerekek, a család, és éjfélkor lefeküdtünk, és ilyen 6-7 már fölkeltem tök magamtól. De az egyik évben mondtad, hogy ilyen fáradékonyabb vagy, meg azt lehet látni kicsit még napokig olyan, mint ilyen, azt mondtad első évben, mint hogy most már tudod, milyen nagymamának lenni, tudod, hogy így most föl kell állni. Hát gondolom, hogy hétre kitisztulsz, nem? Vagy? Hát úgy, hogy, hogy meg visszatér minden a régi kerékvágásban egy hét, de mondjuk az egészet kiheverni a szervezetnek, tehát a mély izmokban lévő dolgokat, meg az egészet regenerálni, tehát érted, a váz, a tested, a csontvázad, az annyiszor ütődik a földön, tehát a vázrendszer olyan szinten megterhelődik, hogy ezt kiheverni 2-3-4 hónap úgy, hogy minőségi edzésmunkát, hogy még egyszer oda, hogy mondjuk állni egy rajthoz, teljes értékű. Hát nem véletlenül, hogy maraton, tehát ami ehhez képest egy sokkal rövidebb táv, a profik, az elit, azt fut egyet tavasszal, és össze, és két verseny van egész idényben, mert egyszerűen nem lehet olyan szinten megfutni ezeket, amilyen ők futják. És ugyanezért is az ultrafutásra is. Tehát itt volt olyan év, amikor a Balázs napokig izzadt éjszaka, csuromvizesre izzadt az ágyneműt, azt nem is tudtuk megfejteni, hogy mitől van. De olyan volt az egész, mint egy nagyon kemény, nem tudom én, influenza, tehát ráz a hideg, közben csorog a víz rólad, ödémás a lábad, folyik a zavarról, tehát teljesen legyarulod az immunrendszer. És az immunrendszer, hát meg az egész megtanulja ebből, hogy basszus, hát ez komoly ez a csávó, figyelj, akkor most összeszedem magam, mert lehet, hogy ez a hülye legközelebb még durvábbat tud csinálni. Ez az úgynevezett szuperkompenzáció a sportban, így adaptálod magadat a magasabb szintekre, hogy megtanítod a szervezetednek azt, hogy ezt tudom, és ez várható, haver, úgyhogy készülj föl, és akkor egyre följebb mész. Ez jó. Egyébként van még egy buta kérdés, hogy honnan tudjátok az utat? Tehát mondod, hogy 3-5 kilométerenként ott vannak a checkpointok, de azért nincs olyan, hogy valaki, nem tudom, elfut egy másik irányba, és 50 kilométer van. Ez egy nagyon jól jelölt verseny, de egyébként nagyon sok verseny megvan ez a veszély, főleg terepversenyeken, hogy el lehet tévedni, mert mondjuk jókedvű turisták átszalagozzák a pályajelölést. Jó, mit csinálnék velük? Jó, Isten, mi az? Azért ott megéltem egyszer-kétszer magyar terepversenyet, hogy de lehet, hogy gyerekek, tetszik a piros szalag, elviszem. És nincs ott a jel, nem tudom, hogy balra kell kenni, vagy jobbra, elfutok tök, mert azért egy bizonyos szinten, fáradtságnál azért ez komoly. A Spartaton nagyon jól van jelölve, nyilak, sárga nyilak, jelzőtáblák, ugye eleve futunk egymás után, tehát azért látótávolságban mindig van mondjuk egy futó, tehát nem nagyon lehet eltévedni. Hány ember futja ezt le egyébként egy évben? Most 390 a keret. Nem akarják ezt bővíteni, ennek meg akarják hagyni ezt az elintet, vagy sík jellegét. Nem is lehet többen? Nem akarják, hát váltó verseny nincs, tehát csak szólóban lehet ott menni. Nem is egy profitorientált cég szervezi, tehát ez egy hagyományőrző futóverseny, egy mondjuk a Soros Alapítványnak a görög megfelelője szervezi, mert most ez Magyarországon egy szitok szó, igen, de akkor egy Amerikával vándorolt, egy Stavros Niarchos nevű alapítvány hagyományőrző céllal szervezi, és a szervezők sem sportemberek, és ez nagyon fontos nekik, hogy ne az legyen, hogy olyan legyen, mint egy Ironman verseny, hogy licenszjogokkal, meg több ezeren fussanak, meg a végén már lezárják a pályát, vagy nem tudom, hanem hogy maradjon meg ez egy hagyomány, és kiváltság legyen az, hogy ott lehetsz, és ez egy ünnep, és úgy is élik meg, ez egy egyhetes program gyakorlatilag, előtte Athén külvárosában egy bevezető szakasza van, aztán a verseny, majd utána megünneplik a verseny végén a Spártában. Mindig ünnepelnek a görögök, megünneplik a győzteseket Spártában a főtéren, aztán másnap Spártában a polgármester meg a falu apraja nagyja ebédet ad, aztán két nap múlva Athénban van egy ilyen ültetéses díszvacsora, amikor
az gyakorlatilag a nagy ünnep, és akkor az egy vacsora, egy éremátadás, mert mindenki győztes, aki befejezi. Hát akkor elég emelkedett a hangulat. Igen, szóval, és ezt nagyon sok emberrel nem lehet reprodukálni. Szóval ők azt mondják, hogy ez maradjon, ez nem egy különleges hangulat, ami magnetikus hatású, tehát nagyon sok futó köztünk, én is évről évre azért bármennyire is így megsújt a verseny, és így azt gondolod, hogy így, na, soha többé, aztán egy nap múlva, dehogy nem még egyszer. Hogy ennek van egy olyan különleges atmoszférája, egy olyan különleges hangulata, ami olyan vonzerőt jelent, hogy tényleg szeretnék visszatérni. Mm-hmm. Nem csak az utat még végigjárni, máshol nem kapod meg, igen. Mm-hmm. Eleve én sem kapom meg ezt az érzést, tehát én még nem ismerek ennél nagyobb megméretést, tehát évi megméretést, kihívást, tehát lehet, hogy ki tudnék találni magamnak valami hülyeséget, csak ez nekem pont olyan, hogy ez pont, mint a flow, amikor ugye az flow elmélet, hogy a kihívás és képesség arányban van, és mégis vonz. És olyan én meg lettem győzve arról, hogy ennek van értelme, mert többen voltam, kételkedtem benne, miközben néztem a filmet, mm-hmm. hogy amikor tényleg összeesik az ember, és már nem bírja a teste, meg a szervezete, akkor miért? De most már értem, hogy miért. Hát ha az értelmét nagyon régóta keresem én is, de sok mindent tudnék mondani rá. Mostanában pont azon gondolkodtam, és most ezeken lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, vagy ilyesminek, de higgyétek, hogy ez csak egy ilyen egyszerű szerény gondolat a részemről, hogy engem arra vezet, tehát hogy én azt érzem, hogy ez a futás, főleg ez az ultrafutás, amiben nagyon sok mély dolgot élsz meg, tehát hogy sokat élsz meg futás közben, és azt gondolom, hogy a halál is sokkal könnyebb lesz. Mert egyszerűen megtanultam nem félni dolgoktól, megtanultam elviselni egy csomó szenvedést, megtanultam értékelni dolgokat, ezekről hajlamos vagyok elfelejtkezni a hétköznapokban, és fölvenni a szokásos, nem tudom én, emberi gőgöt, meg pózolást, meg ilyesmit, de amikor ott vagy az úton, akkor nagyon hamar ezek így leesnek rólad, és szóval nem akarok ilyen izének tűnni, nem tudom én ezoterikusnak, de hogy ezek olyan mély megélést jelentnek az életnek, amit én máshol nem tudok megszerezni, és én ebből tudok táplálkozni, és könnyebbé tenni az életet. És azért mondtam ezt a halál dolgot, ami lehet, hogy rémisztően hangzik, de tényleg, tehát hogy az ultrafutáson kiélezett helyzetben nagyon kifáradva, nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy van élet a halál után, vagy hogy fel lehet támadni, vagy mert olyan méről jönnek vissza emberek, és olyan csúnya dolgokat tapasztalnak, és ennek ezeken az akadályokon túl tudja magát hajtani, hogy aki szerintem ezt tudja, vagy erre képes, hogy ezt megtapasztalnak, annak csomó minden az életben nem könnyen lesz, hanem a hozzáállása lesz sokkal elfogadóbb és nyitottabb, és oké, gyere, próbáljuk ki, kb. Ez. Mm-hmm. És a Laci is futott ultrát, ő nem érte meg olyan jól, de szerintem ő is nagyon sokat tanult, hogy profitált belőle. Hát a futásból mindenképp, csak hogy az fontos, hogy azért ez nem mindenkinek való dolog, és nem is akarjuk azt mondani, hogy ez mindenkinek most való. Igen, mondjuk az maga a futás, vagy mondjuk egy maratonig eljutni, vagy félmaraton, vagy esetleg 10 kilométert leküzdeni, azt én azt mondom, hogy az valamiféle ilyen rendszeres sport, az mindenkinek való lenne, meg egyébként körülbelül a maratonnál van az a szint, amit ilyen óriási önfeláldozás, vagy az életet teljes átstruktúrálása nélkül néhány hónapos felkészüléssel egy ilyen eredményt el lehet érni. Ehhez képest az ultra azért nem olyan szinten kíván egész embert, hogy ilyen nappal edzened kell, de azért a táplálkozásodba, az időrendedbe, a kapcsolataidba be kell ezt építeni, hogy az túl tudjon menni. Most egy példát mondok, hogy a francia szereplőnk azon kívül, hogy egy vezető telekom cégnek kiemelt menedzsere, azon kívül ő a bordói francia harmad vagy negyed osztályi foci csapatnak az edzője. Tehát az már egy másik ilyen kvázi főállás, vagy egy embernek egy teljes hobbi lenne. Három gyereke van, családapa,
egyébként egyedüli kereső, és emellett találja meg ő az időt az ultrafutásra. Na, de ehhez az kell, hogy napi 2-3 órát alszik csak. Igen. Hát akkor neki ez a spáltatlan, ez semmi. Igen. Ezek alapján. De mondjuk pont nem ő a jó példa, csak azt mondom, hogy például egy maratonra azért föl lehet úgy készülni, hogy az kázi csupa öröm legyen, vagy ez a fájdalomtűrés ne ez legyen a domináns dolog. Itt azért az ultrában pont azért, hogy sokkal-sokkal több időt töltesz magaddal. Egyébként én kicsit féltem is az ultrát, hogy olyan lesz, mint, tehát hogy a futás divat, és a divat az mindig megkívánja a különlegességet, a hajszolást, a többet, a rátronfolást, és azt gondolom, hogy csomó ember kezd el majd akár felkészületlenül, akár síkségből ultrát futni, vagy belekezd az ultrába. Ugyanezt tapasztaljuk az Ironman versenyeknél. Én egy tapasztalt futó voltam, és én, amikor én egy 110 kilométeres versenyen futottam, én utána így én rájöttem, hogy nekem én vagy nem vagyok még kész, vagy nem is akarok kész lenni, hogy ezt a fajta tapasztalatot megszerez. Azért van egy olyan dolog, hogy mit tudom én, lehet, hogy most pont egy ilyen drogos példa jött nekem elő, hogy nem mindenki, lehet, hogy azt mondja egy csomó pszichoterapeuta, vagy nem tudom, híres ember, hogy az LSD az egy jó dolog, de nem gondolom, hogy mindenkinek így, igen, olyan élménye hát van. Én viszont meg azt gondolom, hogy akár cégvezetőknek, a menedzsereknek baromira hasznos egy ilyen, hogy ne csak, tehát hogy ők szellemileg lehet, hogy egy csomó mindent tudnak menedzselni, de amikor mondjuk nem kell mondjuk ultrát futni, de mondjuk egy ultra közben, vagy egy akár mondjuk legyen 30 km közben, neki krízist kell menedzselni. Ott válságmenedzselés folyik, anyagcsere menedzselés, hogy azt is tudnia kell egy jó menedzsernek, és ez egy csomó praktikumra, dologra tanít meg. A tanítás minden tekintetben, tehát mindenre, testileg, lelkileg egy csomó mindenre megtanít a futás, főleg szerintem az ultrafutás, és nem mellesleg van egy ilyen detoxikáló hatása, fizikailag is megtisztít, meg lelkileg is megtisztít, és ezt sokszor el szoktam mondani, mert én komolyan hiszek, hogy ennek az országnak baromira szüksége lenne erre. Tök rossz kedvű ország, könyökölnek az emberek, nagyon individualista, de hát ilyen a világ, viszont lehetne más, hogy menjetek egy futóversenyre, mindenki tök vidám, tök boldog, elégedett, belefektet az energiát, a végén kiszedik belőle, segítenek egymást toleránsa, nyitottak, teljesen más, mint hogyha kicserélnék ezeket az embereket. És ez minden szinten jót tenne, a nemzetgazdaságnak jót tenne, mert érted, munkaképesség nőne, energikusabbak lennének az emberek, kevesebb beteg ember lenne, nem terhelnék annyira a tévékasszát, tehát ennek csak pozitív hatása van. Csak nem tudok negatív hatást mondani a sportnak per futásnak, nem tudok. És azért mondom a futás mindig, mert az a legkönnyebben hozzáférhető sport, igen, tömegsport. Ehhez mi van? Látvány sportokat támogatnak, ehhez mitől futóversenyadó, futóversenykorlátozás, egyszerűen, mint a más dimenzióban léteznénk, a politikusok teljesen elvesztették a realitás érzéküket, pedig nekik lenne a legnagyobb szükség arra, hogy detoxikáljanak, és meg esetleg ezt a gőgöt, amiről beszéltem az előbb, lehántsák magukról, és tapasztalják meg a valódi dolgokat, és ne a, nem tudom én, az Audiaikban a politikai stratégiaikat, mert a mit tudom én, a anyagi meggazdagodásukat nyálazgassák, meg eszegessék pogácsákat a meetingeken, hanem tapasztalják meg valódi dolgokat, kézzelfogható dolgokat, ami lelkileg és testileg is tök jó hatással lehetne rájuk. Én nem azt mondom, hogy a futás válthat meg egy országot, de az biztos, hogy alapjaiban ez egy nagyon fair dolog, nagyon demokratikus dolog, meritokrácia, tehát teljesítmény alapú társadalomról ábrándozott egyszer az egyik miniszterünk. Na, a futás az tényleg az teljesítmény alapú. És én tényleg nem tudok negatív, ha csak nem hajszolja valaki túl, de annyira elenyésző a sportfüggő emberek száma, hogy
tehát ez egy olyan összekötő dolog lehetne, amit egyszer nem aknázunk ki. És olyan kevésbe kerül az amatőr sport támogatása. Az hogy igaz, hogy nem támogatják, de azt azért mi is tapasztaljuk, mint én 10 éve, vagy közel 10 éve kezdtünk el maratonokra készülni a Balázzsal, és azért azóta egy ilyen exponenciális növekedés volt. Úgyhogy ezt annyira pofon egyszerű, hogy egyre többen így előhúzzák. És ez nem durva sport, nem kell hozzá embereket összeszervezni a focira. Nem igényel befektetést. Energia befektetést. Elmehetsz éjszaka is, elmehetsz hajnalba is, amikor ráérsz. Illetve ami még nekem egy ilyen veszőparipám, hogy ugye bárki meg tudja csinálni, a másik pedig, hogy vírusos. Tehát, hogy amint te lefutottál egy félmaraton, vagy maraton, nem, akkor a környezetedben biztos lesz valaki, aki azt mondja, hogy ez nekem is kéne. Nekem egy nagy álmom egyébként, hogy egyszer lefussak egy maratont, vagy egy félmaratont minimum, de még nem sikerült eljutnom ideig, de majd... De már tettél lépéseket? Vagy? Az a legjobb, hogyha benevezel egy viszonylag távoli maratonra. Még egyelőre nem érzem magam erre képesnek. Hát akkor valamikor születésnap, vagy karácsonyként egy nevezést kell adni neked, és nincs visszaút. Tényleg, ez egy jó ötlet. Csak ez nem tartja. Miben szurkolhatunk nektek most a jövőben? Akár a filmen, akár a filmen kívül. Hát itt a Laci az Ultra Balatonra megy, váltóba vitézkedni. Meg hova mentek még? Velencei maratonra neveztem be, de igazából már csak ilyen fánalán szinten. Hát egyébként irigylem, mert én nagyon rég futottam fánból. Én nekem egyszer a Balázs azt mondta, hogy ne viccelj már, hogy mondom, mit akarsz futni egy maraton előtt, és mondom, hát nem tudom, ahogy kijön, és mondta, hogy nem lehet neki menni, hanem csak egyéni csúcs, és akkor futottam is egy egyéni csúcsot, úgyhogy... A futónáci előbb volt. Én meg jövő... Mi van most? Igen, jövő pénteken megyek futni szintén Görögországba egy 215-ös versenyre. Delfói Jósdától megy Plateáig, ott volt egy nagy ütközet ókori történelemben, és ott megfordulok, és megyünk vissza Delfói Jósdába hegyeken át, de nem terepverseny, hanem betonon zajlik. Várom, mert 2 évente rendezik csak a versenyt, fáklyát adnak, nem érmet. Én nagyon szeretem a görögöket, meg az egész vendéglátást, meg az egész hozzásukat, tehát ők a művészetek közé sorolják a sportot, tehát az a szuper hangulat szokott ilyenkor lenni. Úgyhogy ez lesz meg, most idén is megyek vissza a Spartatlonra, ha minden össze is nem sérülök le. Meg megyek még augusztusban, van egy ilyen, hogy berlini falfutás, és a régi berlini fal nyomvonalán, 160 kilométeres nyomvonalán futunk. Hát ezek. Hát akkor van egy bőven kihívás. Igen, és akkor még annyi, hogy a filmnek igazából most elvesztette a szüzességét, és járja a világot, úgyhogy azért nagyon szeretnénk ezt a görög közönségnek, a finn közönségnek meghez eljutatni. Itt ugye már biztos, hogy Görögországba moziba is kerül, Finnországba, Belgiumba. És de ha a magyar mozikban nézitek a filmet, akkor nagyon megyetek a vászon, és maximum csak egy szempillantást engedjetek meg magatoknak. Igen. Nehogy kimaradjon valami. Igen. Úgyhogy ennyi végül is, hogy a nézőkhoz is eljusson a film, az a siker igazából. Hát mi mindannyian drukkolunk, mindegyikhez nagyon drukkolunk, meg tényleg gratulálunk az összes filmes és sportsikerhez is, nagyon büszkék vagyunk rátok, úgyhogy köszönjük, hogy megtiszteltetek minket. Köszönjük, hogy ránk szántatok az időt. Sziasztok! Sziasztok!